Havi nettó 250 ezer forintos minimálbér bevezetését ígéri az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom. Itt van velem a stúdióban Szanyi Tibor, a párt politikusa és miniszterelnök jelöltje. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Végre élőben is! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. Ugye ez a nettó 250 ezer forintos minimálbér, ez azért nagyon nagy vitákat kavart a bal oldalon is. Reális ez? Egy vállalkozás ki tudja például termelni? Hadd kezdjem egyféle korrekciós kéréssel, hogy mi Magyarországon ez időtájt baloldalt nem ismerünk magunkon kívül. Tehát én értem azt, hogy hagyománytisztelet vagy megszokásból a mai parlamenti vagy országgyűlési ellenzéket baloldalnak szokták nevezni, de hát azért én egy évvel ezelőtt még cigányozó, zsidózó jobbikot, teljesen vállaltan mély keresztény, konzervatív Pálinkás Józsefet, a teljesen liberális Momentumot, szóval ezeket én nem tudom baloldalnak fölfogni. Hanem akkor minek? Hát ez egy vegyes felvágott, de én azt tudom, az én pártom különösen annak elnöke, Huszti Andrea nagyon szellemesen mondta, azt hiszem, hogy talán önnek is, hogy ez egy SZDSZ 2.0. Tehát ez egy ilyen liberális valami, ami összeszóval mi nem nagyon látjuk a különbséget a leváltani szándékozott kormány és ezen 6-7 párti ellenzék között. Már ami a gazdaságpolitikát illet, és most válaszolnék igazából a kérdésére, tekintettel arra, hogy szinte egyedül vagyunk ezzel a javaslatunkkal, ezzel a havi nettó 250 ezer forintos minimálbérrel, amit mindenkire vonatkoztatottan értünk, bár éppen egy ma reggeli közlemény, azt hiszem, az még nem lehetett az ön kezébe, de ő még konkrétan is az ápolók tekintetében már konkrétan is mondjuk, hogy már azt már legalább most kéne ezt a 250 ezer forintos minimálbért elérni, de teszem hozzá a korrektség jegyében, hogy van egy másik réteg is, a pedagógusok, ahol viszont pont a Momentum javasol nettó 250 ezer forintos minimálbért, tehát érik ez a dolog, előbb-utóbb fölfogja mindenki, hogy ez a 800 euró. Ez tényleg olyan minimális, hogy csak. Kérdés, hogy persze ez ki tudja kitermelni, szerintem ezt mindenki ki tudja termelni, már olyan értelemben, hogy aki nem tudja tisztességesen megfizetni a munkásait, a dolgozóit, azt én nem nagyon tudom vállalkozásnak tekinteni, ezt őszintén megmondom. Tehát egy vállalkozás eleve azzal a szándékkal indul ki, hogy valamilyen nyereségre, jövedelemre szert tegyünk. Hogyha ez nincs, akkor az nem vállalkozás, az valami próbálkozás, ügyeskedés. Azért aztán a vállalkozók körében nagyon nagy népszerűségre ettől a kijelentésétől nem tesz szert. Mi azt látjuk, hogy a vállalkozók túlnyomó többsége simán hozza ezt a szintet már ma is. Tehát nem nagyon van olyan érdemi vállalkozás, amelyik ennél kevesebbet fizetne a dolgozóinak. Van aztán persze egy olyan réteg, elsősorban az elmaradott vidéki területeken, ahol ez valóban probléma, de őszintén szóval ott bármennyi a minimálbér, azt se tudják kifizetni. Tehát azt igazából szociális ágon kéne kezelni ezeket a problémákat, és nem pedig hagyni, hogy emberek vergődjenek vállalkozás címszó alatt. Úgyhogy ez a 250 ezer forint havi nettó, ez nálunk egy nagyon kemény javaslat, és azért kemény javaslat ez, mert annyiban hadd legyek részrehajló önmagunk felé, hogy ez valószínűleg az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalomra adandó szavazat, a legjobban hasznosuló szavazat lehet a 2022-es választásoknál, mert a mi logikánk szerint, hogyha, és sok közvélemény kutató ezt egyébként előrevetíti, hogy el tudjuk érni az országgyűlési küszöböt, tehát ezt az 5%, ez esetben igen könnyen bármilyen értelme vett kormánynak a mérleg nyelve tudunk lenni, márpedig enélkül nem lesz kormány, tehát gyakorlatilag, hogyha mi így vagy úgy, de bekerülünk a Magyar Országgyűlésbe, akkor ez a 250 ezer forintos nettó minimálbér ígéretünk, ez nagyon könnyen valóra válhat. Azt mondta, hogy megállapítom, hogy más jelentkezők egyelőre labdába se rúgnának mellettem. Én vagyok a legalkalmasabb slusszpassz, mondta ezt a városi kurírnak. Azért ön nem tegnap óta van a politikában, látott már ezt-azt, és azt mondta, hogy senki sem járt miniszterelnök képzőbe, de azért az a kampánynyitás, ami Karácsony Gergely kampánynyitója volt az elmúlt időszakban, az azért sajátosra sikerült. Mi a véleménye? Igazából
kiemelhetjük őt is, ez kétségtelen, de mi azt látjuk, hogy itt ez a 6 kötőjel, immár 7 párt, mert most nem tudom, hogy pontosan mi a státuszuk, gyakorlatilag semmi különösebbet nem mondanak az Orbán rezsimhez képest, talán annyi, hogy szerintük több demokrácia, több sajtószabadság, én nem tudom még mi minden lesz esetleg több, de összességében az emberek jövedelme szempontjából én nem hallottam, hogy bármit mondtak volna, vagy hát elejtett szavakból lehet esetleg erre következtetni, de az, hogy markánsan az emberek jövedelmével foglalkozna ez az ellenzéki összefogás, ezt mi nem látjuk, és valójában aztán ilyenkor a politikusok próbálnak olyan különlegeseket mondani, ami az esetek többségében az emberek jövedelme szempontjából indiferens, ugyanakkor talán meg tudják különböztetni egymástól magukat. Hát ebbe a sorba teszem bele ezeket a személyeskedő megjegyzéseket, amik zajlanak, és egyébként nem csak Karácsony Gergely, hát Jakab Péter is ugyanúgy, aki egyébként jövendő minisztere a karácsonyféle elképzelésnek, minimum árnyék kormánynak, de hát Pálinkás József, aki ugye nem személyeskedik, de hát azért őről a ismert az, hogy ő valaha is törte volna magát az emberek jövedelmiért. Tehát, ugye Pálinkás József a néhai fideszes miniszter, tehát én azt látom, hogy ebben a szócsatában, ami egyébként az országgyűlésben is van, ezek a goromba személyes megjegyzések, bocsánat, biztos vannak sokan, akik ezt élvezik, mert cirkusz a népnek, hát az egy jó dolog. De összességében, hogyha bárki belegondol, most ebből nekem hogyan lesz több pénzem, azt én nem tudom megmondani. 15 évvel ezelőtt hangzott el az Összödi beszéd. Ön ugye ott volt az elhíresült zárt kormányülésen. Ott. Akkor és ott. Mit gondolt, amikor Gyurcsány Ferenc ezeket a szavakat mondta? Érdekes módon én ott lévők, mi máshogy éltük meg a történetet, mint ahogy aztán ez elhíresült, ellényegült. Valójában ez a beszéd, ez nem az a beszéd volt, tehát ami a közvélemény felé kiment, az már tulajdonképpen egy ilyen záró, összegző, indulatos megjegyzés sor volt. Eredendően Gyurcsány Ferenc, akkori kormányfő, diadalitosan fölvázolt egy teljesen neoliberális karakterű kormányzást, amitől hát én személy szerint ideges lettem, ez kétségtelen, de az első hozzászóló a fölvezetés után Horn Gyula volt, aki nemes egyszerűséggel közölte a pulpitusról, hogy Feri, amiket te most mondtál, hát te is tudod, hogy ez nem így lesz. Aztán utána minden hozzászóló elmondta, hogy nagyon egyetért az elmondottakkal, kivéve ami az ő közvetlen területére vonatkozik, és ebből levonhatta a kormányfő azt a következtetést, hogy elvileg mindenki nagyon támogatja az ő elképzeléseit, konkrétan meg senki se. És ettől lett valószínűleg indulatos, és akkor jött ez a beszéd, akkor az engem fejbe kólított az egész nap, ezt meg kell mondjam őszintén, én úgy mentem haza, mint akit egy furkos bottal csaptak fejbe, de aztán, hogy a nyár elvitte az egészet, és ősszel, amikor újra előjött ez a történet, egy teljesen más hangzása volt. Aztán jött erre egy szerintem erősen rászervezett túlreakció, tehát ezek az utcai csaták és harcok, ezek azért nem következtek a magyar nép természetes lelkületében, itt biztos, hogy kemény rászervezés volt, és hát aztán onnantól kezdve már látjuk a történelmet, azt már nem akarom adresszálni, de az kétségtelen tény, hogy gyakorlatilag összödön múlt el számomra annak a reménye, hogy Magyarországon egy erős baloldal tud kormányon megtapadni, és hát tulajdonképpen azóta se történt, hát ez most már mióta, 15 évvel ezelőtt volt, ezért alakítottuk az Igen Szolidaritás Magyarországét mozgalmat, hogy legyen egy virtigli, valós baloldali, az emberek jövedelméért, az emberek életért, a jól létért küzdő párt, és ezért mondtam én a műsor elején is azt, hogy hát magunkon kívül nem igazán tudunk baloldalról. Köszönöm szépen Szanyi Tibort, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom politikusát, miniszterelnök jelöltjét hallották. Köszönöm szépen én is.